Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Önök a zenesarkot látják, és a zenesarokban pedig most mindjárt Tóth Viktor alszakszafon szólistánkat, akit szeretettel köszöntök, most már mint budapesti szólistát. Hadd mondjam el róla, hogy ő a Szekszárdi Liszt Ferenc Zeneiskola szakszofon tanszakán kezdett tanulni, Molnár Ákos tanárulnál, és már az itteni idejében elég nagy sikereket ért el, és most pedig Budapesten. Halmozza tovább a sikereket? Légy szíves, egy rövid helyzetjelentést adjál Viktorkám, hogy hogy állunk a dolog. Próbálkozom. Hát egyre jobban megpróbálok bekerülni azokba a körökbe, ahol az ember számít egy kicsit is. És hát jönnek felkérések és meghívások, egyre több zenekar, úgyhogy hát próbálkozom. Mit csinálsz most tulajdonképpen? Hát csak szakszofonozom, ebből élek. És hát talán a legfontosabb, hogy gyakorlok, mert hát nagyon sokat kell még. Tanulni is tanulsz valahol valakinél? Igen, Elek István nevű szakszofonos mesteremtől. Talán a nézők a Friderikus Showból ismerhetik, és ilyen cofos szakszofonos. Ő a te együttes vezetője. Személyes jó barátom egyébként, úgyhogy lesz szíves átadni az üdvözletemet neki. Megteszem. Biztosan nagyon jó tanár is, mert nagyon jó szakszofonos is. Lehet akkor minél többet lesél el tőle. És amúgy milyen neked Budapest, Szekszárd és Paks után? Nekem nagyon fontos volt ez, hogy legyen valami kulturális élet. Szóval én nagyon szeretem Paksot, Szekszárdot, szeretem ezt a kisvárosi légkört, ismerem az embereket, viszont kellett az élet, hogy az ember lemehessen egy jazzklubba este, és sztárokat és profikat láthasson az ember, is tanulni tudjon. Ez a legfontosabb talán, hogy tanulok, hogy esténként klubozok, és sok fellépési lehetőség van. Kikkel játszottál mostanában? Hát talán a főzenekarom, ez egy pécsi zenekar, interkontinentális szakszofonozást folytatok. Általában hétvégenként Pécsre játszunk. Ez egy ilyen kísérő zenekar, Demjén Ferenccel, D. Nagy Lajossal, Sombó Tamással játszunk sokat. A koncertjéket kísérjük. Aztán van most egy amerikai gitáros, úgy hívják, hogy Robin McAlpine, zeneszerző gitáros, egy ilyen félnéger ember, és nagyon sok mindent tanulok tőle. Aztán most van egy fiatal zenekar, foglalkozom ezzel a jazzrockos világgal is, és most készítünk a Dorosmai stúdióban egy lemez, most fog júniusban kijönni. Ez egy ilyen energikus, fiatal zene lesz, ilyen modern zene, talán szerintem még Magyarországon ilyen nem volt, és biztosan nagy sikere lesz. Örömmel fogjuk hallgatni. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, Tóth Viktor természetesen nevében a szakszofonját. Hogy is engedhetnénk el anélkül, hogy valamit produkálna nekünk? Kérem szépen Tóth Viktort, hogy fáradjon a színpadra, és a szám, ami következni fog, All of Me.